Sziasztok, Ádám vagyok, Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a Lenovo IdeaPad G510-es notebookot láthatjátok, ami egy olcsó szériába tartozó 15,6-szoros kijelzővel rendelkező modell, már a kijelző fényes borítást kapott, nem rendelkezik érintőpanellel, és sajnos elmondható az, hogy a kijelző, ahogy látjuk, betekintési szögek szempontjából elég hamar elvérzik, hogyha lehajtjuk, elmegy inverse-be az összes szint, ami sajnos az összes mai belépőszintű notebook sajátossága. Az alsó részre, hogyha ránézünk, sztereó hangszórókat kapunk itt a kijelző alatt, illetve van bekapcsoló gombunk és recovery gombunk is. Megszokott IdeaPad billentyűzet bele van sűjesztve egy kicsit a készülékházba, egészen jó nyomni őket, picit talán lazák is, de így első nem tűnik olyan rossznak. A műanyag matt csuklótámaszban van itt szélen a mikrofon, illetve egy átlagos méretű csukló, bocsánat, touchpadet is kapunk, kettő különálló egérgombbal. Lecsukjuk a gépet, a fedlap érdesített felületű, kicsit olyan IdeaPados, mondhatni az olcsóbbik szériából, tehát nem is érződik rajta annyira a minőség. Oldalt, hogyha megnézzük, itt van a töltőcsatlakozás, mellette van egy USB portunk, egy DVD írónk, készülék elejére középen három darab visszajelző lett, illetve jobb szélre került egy memóriakártyaszlot. Másik oldalán van egy hűtőnyílásunk, természetesen Kensington zárhelye, VGA csatlakozó, hálózati csatlakozó, HDMI 2 darab USB 3.0, valamint itt van az audio csatlakozó, ami egyben van a mikrofon és a fejhallgató. A gép alján különálló kisebb méretű leépíthető ajtót nem találunk, ezt az egész fenéklemezt kell lecsavaroznunk ahhoz, hogy memóriát vagy merevlemezt tudjunk bővíteni, azonban az akkumulátor az, ha nem is túl nagy, nincs beépítve, így ezt tudjuk cserélni. Ha ránézzünk egy picit a konfigurációra is, hogy ez éppen mit kapott. Mindjárt megtudjuk, hogy mi került beépítésre a notebookba. Maga a kijelző egyébként 1366x768 pixeles, tehát nem kiemelkedő. A processzor viszont már Haswell Core i5-4200M processzorunk van, 2 darab 2,5 GHz-es maggal, illetve 4 GB RAM-mal. Ez volt tehát a Lenovo IdeaPad G510-es notebook. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu-n. Sziasztok!